Hát, ami ott fogadott, az elképesztő volt. Vérfürdő volt, és vonagló, és agonizáló emberek, és nem tudtuk, hogy hol kezdjük. Véres csütörtök. Az 1956. október 25-i kossuth-téri sortűz a forradalom egyik legnagyobb tragédiája. Fegyvertelen civilek ellen kevés alattomosabb merényletet követtek el. Mégis a véres csütörtököt máig számtalan rejtély, ellentmondás övezi. Az utolsó pillanatokban vagyunk, hogy még beszélhessünk szemtanúkkal, túlélőkkel, akik ott voltak azon a hideg októberi napon. De állj! Kezdjük korábban! 1956. októberében, vagyis 11 évvel azután, hogy a világháború végigpusztított az országon, a szovjet megszállók által fenntartott kommunista diktatúra idején magyar diákok és munkások tömegei léptek az utcára, hogy követeljék az idegen katonák kivonását, a sztálinista rákosista politikusok eltakarodását. A forradalom napjaiban a nemzet főterének, a Kossuth Lajos térnek nagy jelentősége volt. Október 23-án itt ért véget a Petőfi szobortól indult szabadságmenet, ahol a tüntetők Nagy Imre megjelenését követelték. Itt hunyt ki az ország legmesszebb világító vörös csillaga, és október 25-én itt került sor a forradalom legvéresebb eseményére, ahol az elnyomó gépezet kegyetlenül kimutatta a foga fehérjét. 24-én hajnalban Nagy Imre miniszterelnök lesz, de a miniszterelnöksége előtt létrejön a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének katonai bizottsága, amelyiknek a feladata, és ez minden megmagyaráz, a forradalom felszámolása. Csak az volt a kérdés, hogy milyen eszközökkel akarják kezelni ezt a krízist. Na most ebbe a brutalitás az első pillanattól kezdve benne volt, és itt hagyd mondjam, hogy a magyar kommunistáknak azt a bizonyos baloldali elitjét, hát nem is nagyon kellett erre rábeszélni, mert nem nagyon szoktunk róla beszélni, bár fontos, hogy az első sortűz Magyarországon azért 1956. október 23-án délután 6 óra környékén már eldördült Debrecenbe. Már 23-án mindenki ölelgette a másikat az utcán, akivel találkozott, mert felszabadultság és öröm volt mindenkiben. Úgy gondoltuk, hogy most egy olyan korszaka jön el az életünknek, hogy fel fogunk lélegezni. És érezhető volt, hogy a levegőben valami van, és ebbe valami kell, hogy történjék. Az ablakunk az utcára nézett, oda hallatszott, meg látszott, mit tudom, hogy elég sokan vonulnak a Bajcsi-Zsilinszky úton a parlament felé. Apám azt mondta anyunak, máig emlékszem rá pontosan, hogy a gyereknek ezt látnia kell, mert ez történelem. Beálltunk oda ugye a vonuló tömegbe, odaértünk a parlamenthez. Úgy emlékszem, hogy az Alkotmány utcán jöttünk be, tankok voltak, a fő lépcsőnél, azt hiszem, 4 tank volt. És ott egyikre édesapám föl is segített, azt hiszem, pont a legelső, baloldalt legelső tankra. Az akkori orosz nyelvkönyvben nem arra tanították meg a hallgatóságot, hogy 1 kiló kenyeret kérek, hanem arra, hogy ne lőjél. Ezt marhául tudta mindenki, hogy ne sztrájtj, ne lőjetek. Az orosz katonákkal szabályosan bratisztak, és akkor apámmal cigarettáztak, és beszélgettek, én meg közben fönnálltam a tankon, sokat magammal, fene tudja, voltunk rajta 15-20-an. A hideg csütörtökön 11 óra után néhány perccel lövések dördülnek. A békésen tüntető tömeg menekülésbe kezd. Előjel nincs. Akkor volt egy ilyen, a kettes villamosnál egy ilyen rézsű. Egy olyan, hogy hány méter, egy-másfél méteres ilyen rézsű. Épp akkor értünk oda, amikor a hátunk mögül felugatott a géppuska, géppisztoly, ilyesmi. Gyerünk futás, és be tudtunk futni a minisztérium, ha szemből nézzük, a második oszlop mögé. Most mikor elkezdődött ez a sorozat,
Én úgy vettem észre, hogy olyan, mint mikor lezúdul a jégeső. Csodálatosan működik az ember ösztöne. Minden pontosan lemér egy pillanat alatt. Pontosan tudtam, hogy én nem mehetek hátra az árkádok alá a Földművelési Minisztériumba, mert messze van. A téren gyülekezők között senki sem tudja, hogy ki és miért nyitott tüzet, nem is akármilyen fegyverekkel. Géppuskákkal, harcmezőre alkotott nehéz fegyverekkel támadtak védtelen civilekre. Amit itt láthatunk, az 1928 mintájú 7,62 mm DP golyószóró, amelyet a szovjet hadseregben rendszeresítettek. Ennek a fegyvernek az elméleti tűzgyorsasága 600 lövés per perc. Persze ez az elméletben van, mert közben tárat kellett cserélni, irányozni kellett. Ezért azt szokták mondani, hogy 120 lövés percenként a tűzgyorsasága. Azt tudni kell, hogy 200-300 lövés után annyira felmelegedett a cső, tűzpirossá vált, hogy azt cserélni kellett. Ha jól értettem az alapján, amit elmondott, akkor ezt a fegyvert igazán harctérre tervezték, és nem annyira városi rendfenntartásra. Így van, ez a gyalogságszóró, a gyalogság megerősítő fegyvere volt. 800 méteren belül élőerők leküzdésére használták. Ez egy városi körülmények között irtózós pusztítást tudott végezni. Az imént egy olyan töltényel adtunk le lövéseket, amely a DP golyószórónak is a tölténye. Ez egy 762x54R típusú hadi katonai töltény. Acélmagvas. Ez azt jelenti, hogy mindenen áthatol. És ezt jól láthattuk azon, hogy amikor leadtunk egy téglára lövéseket, akkor a tégla egyszerűen szétfröccsen, szétrobbant, ezzel repesz hatással óriási darabok váltak le róla. Most elképzelhetjük, hogy amikor a forradalmár menedéket keresett magának egy téglarakás mögött, így is könnyen megsérülhetett. 10 mm-es kazánlemezre adtunk le lövést ugyanezzel a lőszerrel, simán, könnyedén áthatolt rajta, mint kés a vajon, emögött is hiába kerestünk volna a menedéket, biztos, hogy komoly sérülést szenvedtünk volna. Ez egy szovjet géppisztoly, 1941-ben PPS néven rendszeresítették a szovjet hadseregben. A parlament körüli alakulatoknak rendszeresített fegyvere volt. A lövedékének a kezdősebessége 480 méter per szekundum volt. Ez a fegyver közelharc fegyver volt, 100-200 méterre lehetett állítani az irányzékát is, bár 500 méteren belül a lövése, hogyha olyan szervet ért, halálos volt. Én nem gondoltam, hogy az emberi testbe csapódó lövedék olyan, mint a dobpergés. Egy öreg asszony alul felszól, fiatal ember, fogjon meg, mert lenyomnak. Megfogtam, felhúztam így. Igen ám, csak a lövések tovább tartottak, az öreg asszonyt kilőtték a kezemből. Akkor már a ballonkabátom csupa vér volt, és ami még rosszabb, agyvelő. És akkor elém jön, hogy nekem ezt meg kell úsznom, mert otthon várnak rám. Derülték be a villámcsapás alatt. Nekem semmilyen emlékem nem maradt, egyszerűen értetlenek voltunk, de azt lehetett látni, hogy mindenki menek. Ezzel a római 11-es kapu előtt egy olyan 25-30 méterrel állt egy orosz tank, amögé sikerült begugolni. Ez állt legközelebb a Kossuth szoborhoz.
És akkor egy ilyen háromszög alakba, vagy 50-en guggoltunk már a tank mögött, és a lövés az meg nem akart abban maradni. A halálozási kutatások azt mutatják, hogy az egy jól körülhatárolható földrajzi helyszínen egy időben bekövetkezett halálozások közül a Kossuth tér a legmagasabb. Nagyságrendileg ez nem valószínű, hogy változni fog, tehát előkerülhet még olyan adat, ami alapján azt mondjuk, hogy 10-20 ember még ide köthető, vagy akár több is, de mondjuk nem ezres nagyságrendre kell gondolni. Jelenlegi tudásunk alapján a sebesültek száma 170-200 főre becsülhető. Forrásokkal alátámasztva 88 civil elhunytról tudjuk, hogy a sortűz áldozata. Nagyságrendileg 30 fő esetében azonban továbbra sem lehet kizárni egyértelműen, hogy halála nem a Kossuth téri sortűzhöz köthető. Na de honnan lőttek először a fegyvertelen tömegre? Elárulja a lövések iránya, hogy ki és mikor adott tűzparancsot? Hogyan került keresztűzbe a téren összegyűlt sokaság? Ugye a kormányzati negyedben vagyunk, a legfontosabb egyik épület itt a parlament, pár száz méterre ugye a pártközpont található, megint csak pár száz méterre Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium. A szovjet csapatok azok, amelyek már 24-én próbálják minél nagyobb erőkkel körbevenni ezeket az épületeket. Így egy-egy államvédelmi szakasz van a Földművelési Minisztérium épületében, feltehetően a felsőbb emeleteken, vagy a tetőn. Október 25-én délelőtt a forradalmi tömeg az Alkotmány és a Bátori utca felől töltötte meg a parlament előtti teret, Nagy Imre miniszterelnök megjelenésére várva. Az egymásnak ellentmondó dokumentumok és visszaemlékezések miatt még ma sem teljesen tisztázott, hogyan lett a békés gyülekezésből fejvesztett menekülés. Lássuk az első elméletet. A 90-es években végzett kutatások szerint az első lövést a Kossuth híd és az Akadémia utca tengelyében, vagyis az akkori építkezésnél tartózkodó Jamrich Mihály államvédelmi ezredes vezette kormányőr alakulat tagjai adták le, feltehetően a levegőbe figyelmeztetésként. Ehhez kapcsolódott az Akadémia utcából kijövő harckocsiról nyitott géppuskatűz. Ez az elmélet azt mondja, hogy a tér megtisztítására vonatkozó parancsot Iván Szerov KGB vezető adta ki, mivel a szovjet hadvezetést különösen aggasztotta a harckocsik átállásáról szóló, egyébként téves híresztelés. Iván Alekszandrovics Szerov, a szovjet állambiztonság vezetője, egyes források szerint a parlament közelében, az Akadémia utca 17-ben tartózkodott, nem sokkal a téren kezdődött vérengzés előtt, mivel részt vett a kommunista párt központi vezetőségének válságtanácskozásán. Kérdés, hogy találunk-e bizonyítékot az általa kiadott tűzparancsra. Természetesen Iván Szerov azért jött Magyarországra a KGB elnökeként, hogy mindent elkövessen a forradalom és szabadságharc vérbefolytása érdekében, de dokumentumok nem erősítik meg, hogy Szerov bármilyen formában hathatott volna az itt történtekre. Létezik azonban az első lövésre és a tűzparancsra vonatkozó más elképzelés is. Újabb kutatások azt mondják, az első lövést Szalai Zoltán határőr alezredes parancsára adta le a tér északi részéről a Margit híd irányából érkező orosházi határőr alakulat. Bárhonnan érkeztek az első golyók, egy biztos, a téren nagyon gyorsan pánik tört ki. Az országházat védő harckocsik legénysége nem tudhatta, hogy ki és miért lő rájuk, ezért tüzet nyitottak. A tömeg így keresztűzbe került. A kutatásoknak köszönhetően igazolható, hogy a Földművelésügyi Minisztérium tetejéről is belelőttek a tömegbe. Itt valószínűleg több AVH-s lőállás lehetett. Az első 5-10 perces periódust követően a Kossuth tér délkeleti sarkánál lévő szovjet harckocsi nyit tüzet és géppuskatűz alatt tartja a menekülő embereket. Valószínűleg a harckocsi egyike volt az Asztóriától a tömeggel érkező páncélosoknak, amely még a lövöldözés előtt elhagyta a teret. A későbbi orvosi jelentések szerint a legtöbb áldozatot ez a harckocsi okozta. A metró építkezésnek egy fölvonulási épülete volt és földszárnyás, tehát onnan lőnek, akkor én védve vagyok. Talán pár percig hasaltunk ott, akkor jött az a tank, amiről mindenki beszél. Láttam, hogy először befelé a térre sorozatot lőtt ki, és akkor fordította
ágyúját jött felénk, és akkor oda bombázott a földbe. A Rákóczi szobor magasságáig több száz ember volt, valami oknál fogva ott a szobor környékén. Mindenki oda próbált menekülni valahogy, nem tudom. Szalai, amikor megnyitja a tüzet, tulajdonképpen az első sérülések, sebesültek és halottak itt az épület előtt, azoknak a harckocsiknak a környékén vannak, akik ugye barátkoznak itt a szovjet katonákkal, és itt a Rákóczi szobornál sebesülnek meg olyan személyek, akik elmondják sérüléseik, és ezt bizonyítják, hogy repeszektől szenvedtek el súlyos sérüléseket. A téren a sortűz után szolgálatot teljesítő Kovács Gábor mentős és a sebesülteket fogadó Péterfi utcai kórházban dolgozó dr. Olá Vilmos sebész emlékeiből pontos képet kaphatunk a parlament előtt történt szörnyűségekről. Általános riasztás volt, és mondták, hogy a Kossuth téren tömeges baleset, lövés tüntető tömegbe, két oldalról belelőttek. Nagyon vegyes érzelmekkel mentünk, mert nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Ilyen esetnél nem voltam, ahol ilyen haldokló embereket lássak. Az első sortőz után ugye vártak, akkor az emberek fölkeltek, és akkor elkezdtek rohanni, mászni, négy-két lábi ajogatva sebesülten. Amikor már megint nagyon sok ember mozgott, akkor megint ezt megcsinálták kétszer vagy háromszor, ezt a sortüzet. A második sortüz után megjelentek mentőautók onnan a Bajcsi felől. Nem tudtuk, hogy hol kezdjük. Nem tudtuk, hogy hol kezdjük, mert mindenkit elvittünk volna, de olyan kicsi kis semmi mentőkocsik voltak ezek, azok a Fiat mentőkocsik, amiben két hordágy volt, meg két ülés mindössze. Hát az időt ilyenkor az ember nem nagyon tudja, de délbe, vagy talán még később vihettek el bennünket. Néztem a veget, és csillagokat láttam, annyira rázkódott, és egyszer csak tele lett a hordágy a vérrel. Bokáig jártunk a vérben, akiket tudtunk, hordágyra tettünk. De válogatnunk kellett, hogy kinél van nagyobb esély az életbe maradásra. Volt olyan sérült, aki 3-4 lövedékkel került be, tehát a támadók valószínű gépfegyverrel vagy golyószóróval rendelkeztek és támadtak. Aki csak élt és mozgott, mindenki próbált ugye a sebesülteken segíteni. Egy olyan kis dagi lány, neki volt támasztó a falnak, hatalmas vértócsa volt, és valahonnan kaphatott hátulról lövést, mert a tetejéről lerobbantotta egy hajcsomóval együtt, úgy volt visszatérve a fejére. Félelmetes volt az az állapot, akit tudtunk, vittünk, csak éppen, hogy letettük és fordultunk vissza, hogy amennyire. Sajnos mire harmadszorra visszamentünk, már nem volt kint segíteni, már csak a hullák voltak, akikbe semmi élet nem volt. A falakon egymerő lövésnyom volt az egész. Teherautó számra vitték el, 10 teherautóval utána a holtakat. Szedjük össze, amit tudunk. 1956. október 25-én, pár perccel 11 óra után tűzpánik tört ki a Kossuth téren. Tankkal és sorozatlövő fegyverrel több irányból lőttek a tömegre. A kutatások közel 90 áldozatot azonosítottak, de a halottak száma ennél több is lehet. A téren és környékén mintegy 100 katona, határőr és államvédelm is nézett szembe a békés tömeggel. A rendelkezésre álló források és adatok alapján az igazolt civil áldozatokkal szemben a rendfenntartó erőknek elenyésző csupán 4 fő volt a vesztesége. A sortűz során az országház biztosítását ellátó kormányőrségnek 1, a budapesti rendőrfőkapitányságnak 3 halottja volt. A szovjet alakulatok vesztesége azonban továbbra is kérdéses.
Vajon megállapítható-e több mint fél évszázad elteltével a történelmi felelősség kérdése? Nem felelhetünk egyértelmű igennel. A kutatók az első lövéssel kapcsolatban ismertetett két elmélet közül ma az Ivanserov-féle hiteles forrásokkal egyelőre nem bizonyított tűzparancsról szólót tartják kevésbé valószínűnek. A Szalai Zoltán határőr alezredes által nyittatott tüzet ugyan több, egymástól független forrás is megerősíti, de kulcsfontosságú orosz levéltári iratok és lappangó magyar belügyi dokumentumok feltáratlansága miatt itt sem beszélhetünk teljes bizonyosságról. Kevesebb a kérdőjel a politikai vezetés szerepe körül. Egyértelműen felelősnek mondhatók azok a csúcspolitikusok Moszkvában és Budapesten, akik magát a helyzetet előidézték. Akik egyetértettek azzal, hogy szovjet csapatok védjék a parlament épületét, akik már október 25-e előtt döntöttek a forradalom kegyetlen elfojtásáról. Ahelyett, hogy október 25-e után megtettek volna mindent azért, hogy újabb és újabb vérontások ne következzenek be, újabb szovjet csapatok Budapestre rendelését kérik már 25-én, illetve apró Antalt bízzák meg a katonai bizottság vezetésével, akinek teljhatalmat adnak arra, hogyha kell bármilyen módon és eszközzel megakadályozza a magyar nép fellépését a hatalommal szemben. Az 56-os sortüzek kegyetlensége nem csak Budapesthez és a Kossuth Lajos térhez kötődött. A nyilvánosan, közterületen összegyűlt civilekre leadott lövéssorozat a megfélemlítés és eltántorítás gyilkos módja. A hatalom több halálos áldozattal járó sortüzet vezényelt többek között Zalaegerszegen, Mosonmagyaróváron, Berzencén, Kaposváron, Veszprémben, Tatabányán, Székesfehérváron, Salgótarjánban, Tiszakécskén, Egerben, Miskolcon és még 50 további településen. 1956-57-ben több mint 300 ember halt meg sortűz következtében. Ennek a forradalomnak a gerincét nem sikerült megroppantani. A hatalomválasz a még durvább erőszak volt. 26-án és 27-én körüllövik az országot. Tehát ők azt gondolták, hogy erőszakkal válaszolnak mindenre, és ez a tömeget meg fogja félelmíteni. Nem így történt. A totális hatalom ellen a jogkiterjesztésért és a nemzetegyesítésért kirobbant forradalom fegyveres harca folytatódott. Legyőzéséhez november 4-től a szovjet hadsereg inváziójára volt szükség. Az október 25-i véres csütörtök történetének feltárása, a rejtélyek megoldása és az áldozatok azonosítása ma sem ért véget. A szemtanúk és túlélők közül sokan még köztünk vannak. Az utókor feladata megismerni és kérdezni őket.